Rátalált a szerelem az X-Faktor sztárjára, Zdroba Patrikra. Nagyot fordult a világ a 2019-es X-Faktor harmadik helyezettjével, Zdroba Patrikkal, az RTL Klub tehetségkutatója óta. Az év elején új lakásba költözött, majd a szerelem is beköszöntött az életébe. Bettinát az X-Faktor alatt az RTL Klub székházában ismertem meg, s lassan alakulnak köztünk a dolgok. Általában nem veszem észre, ha valaki közeledik felém, de vele nagyon egymásra hangolódtunk. Éreztem, hogy nem a műsor miatt kedvel, hanem én érdeklem, mesélte az énekes. A fiatalok még nem élnek együtt, de Patrik úgy érzi, a karantén még jobban összekovácsolta őket. Most nincsenek fellépések, nagyon hiányzik a közönség, így viszont többet lehetünk együtt, talán ez az előnye a mostani időszaknak. Fogalmazott meg az X-Faktor tehetsége, aki nem bánkódik, amiért végül nem ő lett a befutó a műsorban. Patrik éppen csak lemaradt az X-Faktor tavalyi dobogójáról. Mint mondja, így is sok lehetőséget kap, valamint rengeteg embert megismert. Ennek ellenére Patrik visszament a korábbi munkahelyére egy bankba. A munkahelyem számomra biztonságot jelent. Minden napot vagyok a frontvonalon, segítem az ügyfeleket, még ha ez hordoz is magában némi veszélyt a járványhelyzetben. Hogy védjem magam, elektromos rollerrel járok munkába, mesélte Patrik, aki szabad idejében főzni tanul, sportol, de az éneklés sem adta fel. Dolgozom új dalokon, ám a koronavírus miatt nem mehetek stúdióba, illetve koncertezni sem tudunk. A közösségi oldalamon éneklek a rajongóknak. Írjátok meg kommentben a véleményeteket. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.